Háló srácok, Máté vagyok, üdvözöllek titeket itt a DecoArt öntőmédium teszt második videójában. Most pedig tovább fogunk menni két clip cup-pal. Az előző videóban csináltuk ezt a Paint Kiss port, amit ha gondoltok, nézzetek meg. Ide teszek egy I betűt, ahol rá tudtok kattintani. És hát maradt a festékekből és a médiumból is valamennyi. És hát szeretném kipróbálni, hogy akkor mennyire lehet ezzel a médiummal cellákat készíteni, mint hogy a másik technikánál egyáltalán nem jöttek fel, tehát most is ezt az öntőmédiumot használjuk, és hogy milyen színeket használok, és a keverési arányt be fogom tenni a videó leírásába, ott megtalálhatjátok, most nem fogom még egyszer elmondani, tehát két flip cupot fogok csinálni, ugyanazt a rétegrendet megpróbálom mind a kétszer, és annyi különbség lesz a kettő között, hogy az egyikbe nem fogok tenni semmilyen cellásító anyagot, a másikba pedig ezt a kókuszos hajszérumot fogom belerakni, hogy kapjak cellákat, és meg fogjuk nézni, hogy mi a különbség a kettő között. Itt van a két flip cup, ez az, amelyikben nincs szilikon, és ez az, amelyikben van, illetve hát hajszérum. Na, hát itt már most elég jól jöttek fel cellák. Érdekes. Vajon mi lesz a másikból? Megint egy buborék halmaz? Kiderül. Ó. Itt is pattannak fel dolgok, viszont máshogy. Szóval srácok, itt láthatjátok a két flip cupnak az eredményét. Ezen az oldalon van az, ahol nem használtam hajszérumot, és itt pedig, ahol használtam hajszérumot. Hát látszik valami különbség, ami rögtön szembe tűnő volt, hogy flip cup esetében szilikonolaj vagy hajszérum nélkül is előjöttek cellák, de elég hamar elvesztették a formájukat, tehát eldeformálódtak, amikor elkezdtem a vásznat billegtetni. Itt, ahol a hajszérum benne van, nagyobb cellák lettek, kicsit jobban definiáltak, de ezek is elég jól elvesztették azért az alakjukat, és hát van ez a kicsit ilyen sárosabb rész benne, tehát nem olyan éles a cellák között az átmenet, hanem egy picit csak így, csak összefolynak, ami annyira nem nyerő minden esetre. A másik technikához szerintem nagyon jó volt, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy straight porhoz és ring porhoz ez az öntő médium igen jó, flip cuphoz szerintem nem igazán,
Lehet, hogy másfajta szilikonolajjal jobb eredményt mutat, de összességében azt hiszem, hogy inkább más technikákhoz megfelelő. Szerintem jó pofa kis képek, úgyhogy gyakorlásnak is jó, de árérték arányban azért úgy gondolom, hogy valószínűleg találtak jobbat is a piacon. Minden esetre egy próbát teljesen megért, és nagyon jó, hogy elérhető Magyarországon is meg tudjuk venni. Úgyhogy köszi, hogy megnéztétek a videót, mindjárt csinálok egy pár közelít még itt a képekről. Írjátok meg a véleményeteket, iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok egy lájkot, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!